Ezerrel több új koronavírusos esetet mutatta ki az előző héten, mint az azt megelőző hét napban, azonban öt munkanap esett erre az időszakra, míg az előzőre csak három, ami a tesztek számában is megmutatkozott. Az egyes munkanapokon viszont kevesebb eset volt, mint az előző hét azonos napjain. Kétféleképpen lehet értelmezni a legutóbbi hét nap adatait a koronavírus járvány kapcsán. Tény, hogy kevéssel több az új eset, mégis némi csökkenési tendencia észlelhető, hiszen a plusz esetek a hétfői és keddi adatokból következnek, amelyek múlt héten szabadnapnak számítottak. Ezt a tendenciát igazolja a kórházban ápoltak számának apadása is. Jelenleg 12.379 beutalt beteget tartanak nyilván, ami ezárral kevesebb, mint az előző hetek átlaga. Hosszú távon az elhalálozások számában is észlelhető a csökkenő tendencia, ma 109 esetet jelentettek, ez november 8-a óta a legalacsonyabb szám. Másrészt nem csökken az intenzív terápiára szorulók száma, 1289 fűvel továbbra is csak kevéssel marad el az egy hiány 1300-tól, az eddigi abszolút csúcsértéktől. A járvány terjedésében mindenképpen hangsúlyátolódás érzékelhető, hiszen elsősorban Bukarest, Ilfov megye és Konstanca, részben Kolozs megye szolgáltatja az új esetek legnagyobb hányadát, az ország többi részében a csökkenés nyilvánvalóbb. Hargita megyében a kéthetes fertőzési ráta egység alá csökkent, de Kovászna megyében 1,6-ra, Marosban 2,45-re mérséklődött ez a mutató, Erdében már nincs karanténalávon település. Eddig a világon 72 millióan kapták el igazoltan a fertőzést, a valós szám azonban a milliárdhoz közelíthet. Az elhuntak száma 1 millió 614 ezer. Nagy-Britannia után Kanadában és az Egyesült Államokban is kezdetét vette az oltáskampány. Az Európai Unió államai egyelőre az Európai Gyógyszerügynökség engedélyére várnak, amelynek december végéig kellene megérkeznie.